Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 19-én kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Ezen az estén tartok egy szertartást. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra, ami este 11 órakor kezdődik. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy pontosan miről van szó, erről beszámolok ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. Tehát a forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Ezt megtalálod Dendera Susanna Medici néven. Nem csak a portálnapokról írok, hanem naponta, hogy milyen energia van a maja naptár szerint. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Egy hullám az 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt. És ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét is hoz. Jelenleg a 6. hullámban vagyunk, ami eltart február 20-áig, utána indul majd a 7. hullám. Efelett, a 6. hullám felett Kimi uralkodik, az egész hullám felett. Az jelent egy égi hidat, a kapcsolatot a földünk és az égiek között. Ugyanúgy, mint a portál napoknál, amikor kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé, ennek mindig van egy gyógyító hatása, segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és itt mindig kinyílik egy kapu a spirituális területre. Itt Kiminél, ennél az égi hídnál, ennél az égi kapcsolatnál tényleg lehet egy ilyen befolyás az angyaloktól, vagy az égi hatalomtól, vagy van egy ilyen spirituális terület, a lehetőségek, de ez a híd kihat a hétköznapjainkra is. Amikor van egy átmeneti időszak, hiszen a hídon vagyunk, az egyik partot elhagytuk, az a múlt, az új part még nem látható, azt még nem értük el. Ez a jövő, ezek a célok, amit szeretnénk megvalósítani. Tehát ez a Kimi energia, ez az égi híd, vagy a napjainkban ez a híd, kihat a 6. hullámra, ami eltart február 20-áig. Utána indul egy új energia. Február 12-én, ezen a portál napon, az 5. napban vagyunk, ebben a 6. hullámban. Ez az energia kihat a napra. Mégpedig itt arról van szó, hogy valamit lezárunk, és lesz egy döntés, lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, lesznek változások. Mivel ez a 6. hullám utal a múltra is, ez is játszik most egy szerepet. Vagy valaki gondol rád a múltból, vagy te gondolsz valakire. Itt lehet újra kapcsolat, de másképp közeledtek egymáshoz. Megváltozik valami, vagy a környezet, vagy a hozzáállás, mert lesz a lehetőség arra most, hogy tisztázzatok bizonyos dolgokat,
Mindazt lezárjátok a múltból, ami eddig kellemetlen volt, vagy félreértésekhez vezetett, és itt most megvannak a lehetőségek, hogy javítsatok ezen a kapcsolaton. Ez lehet barátság, ez lehet valaki a családból, de lehet egy párkapcsolat is. Amit még ez az energia jelent, hogy valamit befejeztetek, például egy tevékenységet, egy háznak a renoválását, és most ott vagytok, hogy most mit csináljak, hogyan tovább, akkor lesznek most itt új ötletek, új tervek, és kezdesz, belevágsz valami újba. Ez is lehetséges most így a napokban. Ebben a maja naptárban mindig vannak szimbólumok. Ezen a napon, február 12-én, ezen a portál napon ok uralkodik. Ok lefordítva kutyát jelent, ezért is választottam ezt a képet, ahol ez az aranyos kis kutya látható. A kutya szimbólum utalhat a házi állatokra, kutyára, cicára, de jelent barátságukat is, vagy hogy valaki olyan barátságosan közeledik hozzád. Amit még ok, illetve ez a kutya jelent, ez a hűség, hogy bízd meg benne, hogy hűséges hozzád. Azon kívül, hogy mennyire fontos a párkapcsolatban a bizalom és a hűség. Sőt, az is lehet, mivel itt a múltról is szó van, hogy valaki visszatér a múltból, és a múltban nem volt hűséges, most jelenleg nincs meg a bizalom nálad, de lesz egy új kezdet, ő esküszik arra, hogy hűséges lesz hozzád, és itt most az a fontos, hogy építsd ki ezt a bizalmat, mert nem csak ő most be téged, és akkor itt vannak lehetőségek, hogy javuljon valami köztetek a párkapcsolatban. Február 12-én a nap még a bak jegyében van az indiai asztrológia szerint, az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, de a határon van. És áttér a vízöntő jegyébe, tehát a napokban már a vízöntő jegye hat, és ez a havi téma. Ez minden életterületre kihat. Itt a levegő eleméről van szó. Az jelenti a mozgást, a könnyűséget, a vízöntő jegye jelentheti a terveket, az ötleteket is, a mozgást, a kapcsolatokat. Azon kívül, amit tényleg úgy nagyon fontos erre is odafigyelni, hogy a vízöntő jegye szimbolizálja azt, hogy te különleges vagy. Más, mint mások, mert más a ruházatod, más a fellépésed, másképp gondolkodsz el a dolgokon. És nem kell magadat összehasonlítani másokhoz, meg ne tűrd azt, hogy mások kritizáljanak téged, hanem itt a vízöntő jegyénél most kell ez a gondolat, hogy te olyan vagy, amilyen vagy, és ez jó így, ahogy van. Ezen a napon, február 12-én Mars és Vénusz bolygó egy jegyben van. Mars bolygó jelenti a férfiakat, Vénusz bolygó jelent bennünket, hölgyeket. Most ugyanazok a tervek, ugyanazok az elképzelések, hasonló minden köztünk, hiszen egy jegyből hatnak. Az indiai asztrológia szerint ez a bak jegye. Itt kell a türelem, itt kell a kitartás, itt vannak komoly tervek, amit meg lehet valósítani, kellenek célok is. A hold az indiai asztrológia szerint a halak jegyében van, ott a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről, álmokról, vágyakról,
elképzelésekről, és a hold a halak jegyéből kihat Vénusz bolygóra, és kihat Mars bolygóra is. Most így ezen a napon, meg a napokban megvan ez a kapcsolat. És itt érzelmekről van szó, komoly tervekről, ezeknek a kiépítéséről, hiszen a bak jegye is hat. Ez egy harmonikus kapcsolat, mert a bak jegye a föld eleméhez tartozik, a halak jegye pedig a víz eleméhez tartozik, és a föld eleme és a víz eleme barátságban van egymással. Megvan ez a jó kapcsolat, ahogy a természetben is a földnek szüksége van esőre, tehát a víz elemére. Itt megvan ez a szép kapcsolat, most kihat a párkapcsolatra. Most összefoglalnám azt, hogy miről van konkrétan szó ennél a szertartásnál. Ennek van gyógyító ereje. Segít abban, hogy áttegyük magunkat a bizonytalanságokon, a félelmeken. Azon kívül le tudunk zárni bizonyos dolgokat, vannak új ötletek, tervek, ezzel indíthatunk, itt ki lehet építeni valamit. Azon kívül a múlt játszik egy szerepet, mert valaki jelentkezik a múltból, vagy vannak szép emlékek, itt is megvan a lehetőség, hogy legyen békülés, közeledés, legyen egy új irány. Ami még fontos, az a kutya, ez lehet kutya vagy cica is, azon kívül a barátságok, a baráti kapcsolatok és a hűség. Hiszen ez a hűség, ez a bizalom most az alap a párkapcsolatra. Az is lehet, hogy a baráti körben megismerkedsz valakivel, és ebből alakul ki egy szép párkapcsolat, vagy az is lehet a múltból, hogy eddig barátok voltatok, de vannak érzelmek, és most megvan a lehetőség arra, hogy kiépüljön egy szép párkapcsolat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, akkor örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, ennek is örülök, vagy keresd meg a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol a Maja Naptár található. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!